Óriási bérkülönbségek vannak ma Magyarországon. Tudják, látják önök is, meg látták az elmúlt időszakban is, hogy hova alakult a Fidesz politikája. Ma oda alakult, hogy ebben a kis országban, mondhatjuk ezen a 93 ezer négyzetkilométeren, kialakult egy olyan helyzet, hogy példaként Budapesten 246 ezer forint az átlagkereset, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 134 ezer forint, azaz 112 ezer forintos a különbség. Soha nem volt ilyen nominális értelemvette ilyen nagy a különbség. Volt különbség 2010-ben is, nagyjából 50%. Szabolcs, Borsod és Budapest átlagkeresetei között, most 90%. Ez a 6-7 esztendő ezt hozta, ez a Fidesz politikája. A Fidesz a gazdagok pártjánál. A Fidesz azt gondolja, hogy néhány tízezer embernek, vagy néhány százezer embernek adott esetben a bérén, az illetményén, a javadalmán keresztül az átlagkeresetek emelésével lehet jobb világot teremteni. Nem. Nem, mert közben milliók nélkülöznek ebben az országban. Azoknak, akiknek az átlag bére 246 ezer, ők sem jó módúak, hogy tegyük tisztába a helyzetet, nem? Ők sem jó módúak. Nem ők a jó módúak. A jó módúak a mészárosok, a garancsik és sokan mások ismerik az összefüggéseket. Nem, ezek az emberek nem jó módúak, ők meg tudnak élni valamilyen értelemben. De azok, akiknek a keresete átlagban 134 ezer forintos nagyságrendet jelent, ezek nélkülöznek, főleg akkor is, hogyha egyedüli keresők egy családban. Nélkülöznek és nyomorognak. A Fidesznek a politikája erről szól. Milliókat hagyni a nyomorban, néhány 10-100 ezer embernek pedig olyan lehetőséget biztosítani, amit soha nem látott Magyarország. Ez elfogadhatatlan. A béreket alulról kell nyomni felfelé. Alulról kell emelni, ezt mondjuk 3 éve, 4 éve, Szanyi Tiborral ezt kezdtük el az Európai Unió szintjére emelni, hogy a minimálbér az érje el az átlagkereset 60%-át. Ez a folyamat egyébként elindult az Európai Unióban. Az alacsony bérek megölik az országot. Az alacsony bérek ahhoz vezetnek, hogy sokan elhagyják ezt az országot, az elmúlt 7 esztendőben több mint 600 ezer ember hagyta el ezt az országot. Meg ahhoz vezet, hogy munkaerő hiány alakul ki, ahhoz vezet, hogy adott szakmákban nem lehet a tevékenységet elvégezni, mert nincs munkaerő. Tehát óriási különbségek, alacsony bérek, ez jellemzi ma Magyarországot. Hozzá kell tennem azt is, gondolják végig az alacsony béreknek mi a folytatása. A még alacsonyabb nyugdíjak. A nyomor még szorítottabb feltételei közé sodorja az emberek sokaságát. Nem tíz, meg nem százezreit, hiszen itt milliókról van szó, akik ezen jövedelmi szinten élik a mindennapjaikat. A Fidesz 7 év alatt e tekintetben nem csinált semmit, de csinált. Többlet járulék terhet vetett ki mind a munkavállalóra, mind a munkaadóra. Megnehezítette az ő mindennapjaikat. És közben az adókedvezményeket meg ott érvényesíti, ahol egyébként is van. Hát tudják úgy semmilyen felé hajolva, hogy hogyan és miképpen lehet adókedvezményeket lehívni, miközben a minimálbéres ember meg ugyanezt a feltételt nem tudja megteremteni magának. A jobbik az meg vizionál. A Jobbik az meg hülyíti az embereket, bérunióról beszél. Az a Jobbik, aki uniós zászlót égetett, az a Jobbik, aki idézőjelbe téve nyugodt lelkülete naponta kétszer köpte le az Európai Uniót. De miről beszélnek? A Magyar Szocialista Párt annak idején, amikor kormányzott, akkor 50%-os bérfejlesztést csinált, és sok minden egyéb más. A bérek tekintetében az olló nem így nyílt, mint ahogy ma nyílik, hanem lehetőség szerint az volt a törekvés, hogy záruljon. Azt kell tehát, hogy mondjam, hogy ez a politika, amit ma folytatnak Fidesz, és a keresztények persze karöltve, ez a politika elfogadhatatlan. Az, amit a Jobbik vízionál, az meg az emberek hűítésével párosul, és nem pedig a jobb megélhetés alapját teremti meg. A jobb megélhetés alapját azt fogja megteremteni, hogyha a Magyar Szocialista Párt fog kormányozni, vagy közel lesz a kormányzáshoz, mert akkor a megélhetés, a tisztes megélhetés minimumát mindenkinek, aki dolgozik, a kezébe fogja adni a kormány. A kormány és a kormányon keresztül természetesen a munkaadók. Igen, akkor nem lesz a létminimum alatti jövedelem. Igen, akkor arra fogunk törekedni, amit több éve mondunk, hogy a minimálbér nettója érje az átlagkereset 60%-át. Igen, akkor vigyázni fogunk arra, hogy ott a középkategória szintjén,
ott az emberek ne veszítsenek a jövedelmeikből, hanem ezek a jövedelmi pozíciók erősödjenek. Egy szó mint száz. A megélhetés minimumához a dolgozó ember mindegyikének joga van. Ezt a Fidesz 7 éven keresztül nem adta meg, mi meg fogjuk teremteni.